Hello mindenkinek, Rezsex vagyok, és most folytassuk a Skyrim végigjátszását. És ebben a részben Nashluzzal indulok a Dragonstone felé. Ugyebár ebben a küldetésben azt kell megtalálnunk, de majd közben jön pár darab mellékküldetés is. Most a mellékküldetés alatt a Golden Claw-t értem. Ha az a küldetést ismeritek, akkor tudjátok, hogy ez annyira nagyon nem egyszerű. Ja? Random vidamba itt repültem egy szép nagyot. Mi a rohadás? Ez meg... Azért... Jöjjön még megint megharap ez a rohadt... Skeever. Mi lehetne ez? Patkány? Óriás patkány? Hát mindegy. Na akkor... nézzük tovább a dolgokat. Itt szerintem pár darab unszimpatikus ellenféle fogunk találkozni. Hufpelt. Tényleg nem itt volt annó a... Mi volt annak a neve? Mindegy, az a nagy macska. Na most nem jut eszembe, hogy eredetileg mi a neve. Mindegy, szépen menjünk tovább az úton. Amúgy Svennek nem tudom megint hova lett a nyoma, mert már jó ideje nem követ. Itt ha jól emlékszem, lesz jó sok farkas. Bár mondjuk ki tudja. Mik vannak ott? Ez mi? Ja, csak növény. Most nem, hogy hol vagyok? Szóval jó úton jövök. Ilyen is ritkán van. Na, itt igen lesz pár darab bandita. Bleak Falls Barrow Discovered. Azaz felfedeztem Bleak Falls-t. Mint igazából tényleg csak a banditákkal vigyázzatok, mert talán azok... Hát igazából nagyot nem sebeznek rátok, szóval... még nem is kell vigyázni, most így belegondolok. Örülök, hogy megtaláltál, hogy végre megölhetlek. Na. Vagy még van egy? Gyere, baby. Na, legalább így is fejlesztem az egykezes harcot. Jó, most nekem romlott sajt az valahogy nem kell. Hette? Ja, Sven. Úgy tűnik előkerült. Gold, lockpick. Meg ugyebár nyilak. Na, minden esetre itt van a bejárat. És megint elfejtettem stopperolni az időt, úgyhogy most gyorsan beállítom. Hát mennyi ideje ment a videó? Kb. 2 perc? 2-3? Hát inkább 3. Jaj, bakker, nem ébresztő. Mindegy, addig is szépen beállok ide az ajtó elé. Na, tehát akkor... hát... ideje van bemenni. Hát itt jó sok ellenség lesz. Legalábbis úgy emlékszem. Jaj, már ott várnak rám a banditák. Bám! Pont, hogy én nem embert találtam el. Így, azt jól beküldtem a sarokba. Ez mi? Skeever. Jaj, most fogadtuk el a Golden Claw küldetést. Nem, hogy azt bírom, hogyha már télden... Nos, hogy hát annyira leveszik az életerejét, hogy a... az életereje... Most, hogy hát már csak egy mint centi van belőle, akkor szépen itt térden állva elkezdnék te könyörögni, hogy kegyelem, kegyelem. Természetesen én sosem kegyelmezek, mert ha föláll, akkor megint megtámad, szóval teljesen felesleges. He? Melyik? Így. Te miért? Te... Na. Ne csináld ezt, nem te zár. Na, level 16-os már a lockpickkel is. Mármint úgy értem, hogy zárfeltörés. Minor Magicka. Ezeknél semmi hasznos dolog nincs már.
Egy, akkor jöjjünk tovább. Csak nem merüljek bele a játékba, mert annak az lesz a vége, hogyha én ennyire jövök. Nehéz abba hagyni egyébként egy ilyen jelenetet, szóval szerintem egyből csinál majd a következő videót. Ja. Ja, ez üres. Ez is üres. Ez bakker. Mindegyik üres? Nem, ez nem. Ebben van 9 arany. Yeah. Már megérte idáig eljönni. Egyébként az emberek hajlamosak itt eltévedni ezekbe az algút rendszerekbe. Nem is véletlen. Erre, ha jól emlékszem, nem lehet jönni. Jep, semmi nincs itt. Viszont erre lesz. Az egész biztos. Valami biztos megölte ezt a szegény kis patkányt. Még ha nem is én. Viszont már szeretnék szintet lépni, mert már kell a magicka. Ennek a varázslatnak, amit most használok, mert ugyebár ez egy csapásra megöli a banditát. És én az ilyeneket szeretem. Főleg sokszor használni. Ah. Ó, ez már outlaw. Headshot! Ah! Az durva volt. Steel Mace. Kölyök puskának néztem, amit szépen leterült elém. Gold. Torch. Na, azt jelveszem tőle. Fel, hogy ez ott volt a földön. És eltűnt. Az jó. Nos, akkor nézzük ezeket. Ugyebár ez valószínűleg onnan fentről esett le, de nem tudom, hogy ügyeskedhette le magát. De egy akkor kígyó, kígyó, hal. Jep. Kígyó. Nem madár, hanem kígyó. És egy hal. Valószínűleg ez lesz a kombináció. De azért meghátrálok egy kicsit, meg ki tudja. Á, azért potionokért megéri feljönni. Ja, amúgy a... Mi az most, favoritok nincsenek benne? Imádom ezt a játékot. Mindegy. Van olyan gyors billentyű is, hogy favoritok. Ez igazából abban jó, hogy mondjuk, hogyha a cuccaitokat nézitek, mondjuk fegyvereket, íjakat, meg nyilakat, mágiát, annak kijelölhetitek azokat ti kedvenceknek. És hogyha nyomtok egy Q betűt, mert nálam most azon van, így automatikusan arra van berakva. Na, level 2. Akkor level up. Magicka. Yes. Jó, distraction. Novice distraction. Yep. Na, fele annyi magickát fogyasztanak most már varázslatok, szóval kétszer nézhet tudom használni az összes varázslatomat. Bandit armor. Oh. Ja, bandit iron armor, bocsi. Hát nem is tudom, 200, hát, fölveszem. Items, apparel. 72-es páncélzat, az azért. Ja, az üres, összes szolgám. Jó. Most játok kb. Egy 8-9 perc körül. Mi a rohadás? Szépen mellé küldtem azt a villámlabdát. Hogy már meg! Na. Na, ne csúsz lefele. Kell a farkad. Há? Van itt van valaki? Ez mi? Scroll of Fireball. Ho-ho-ho-ho. Ez csak jó. Books. Yes, scroll volt, nem book. Bocs. Elnéztem egy kicsit. Egyébként, hogyha erre tovább jöttek. Arveldus. Jó, akkor menj tovább. Jep, itt egy óriás pokkal kell megküzdeni. Ez még ebben a részben bele is fér szerintem. Figyeljetek. Cuki! Eléggé brutálul erős egy varázslat. Már itt értem, ez a villámlabda. Már van nála erősebb is. Na, Frostbite Venom, ebből 2 is van nála. Életerőt nem is vesztettem. Oh yeah. Potionokat mindenképpen szedjetek össze, mielőtt még a csávod onnan kiszeditek, mert ott van a tovább út.
Mi? Websza? Júj! Azért felveszem a Spider-Igget is. Majd csak előtte még beszélek vele, mielőtt még leszedem innen. Vagy ráink csak? Ja, még belefér ez is. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door, the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have in there. Oof. Sweet breath of arcade, thank you. Nush. It's coming loose. I can feel it. Na, haver. Egyébként tényleg, amely nekünk jön ez a gyökér. Úgyhogy nem baj, ha esetleg megölik na múmiák, vagy egyéb érdekességek. Nyugi, csak pár darab zombi. Több? Hohoho! Ez szépen bekapta az ütéseket. Én minden minimális aranyat összeszedek, mert csak jól jönnek. Ha, neked meg mi bajod van? Na igen, ilyenkor jön nekünk. Ugyebár most egy küldetést teljesítettünk, ugyanis itt van a Golden Club, láthatjátok. Harvest Journal. Hát ezek nem túlságosan jó cuccok, szóval a felesleges ezeket felszedni. De már elszedtem az aranyat el. Majd akkor erről a részre ennyit. Következő rész az, hát az, amíg ma jövök. Az egész biztos. Addig is, hogyha esetleg kérdésetek lenne, wow, vagy egyéb tippetek, akkor írjatok előre egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy pedig az e-mail címem egy levelet, amit a leírásban találhattok. Sziasztok!